Sziasztok, Déber Gábor vagyok, üdvözöllek titeket az új videómban, ami egy tárgyfotózás lesz, és nem is akármilyen tárgyfotózás, egy boros palackokat fogunk ma befotózni együtt. És nem csak egyedül leszek itt a videóban, hanem van egy sztár vendégem is, akit már biztosan ismertek más videókból, ha bár nem az én csatornámról, de megmutatom nektek a világ legjobb esküvői fotósát, Györfi Bátori Pétert! Hello, sziasztok! Szerintem egy picikét túlzás az, hogy a világ legjobb esküvői fotósa. Szerintem nem túlzás, én nagyon szeretem a Petit. Van egy ügyfelem, akinek már több mindent fotóztam, rendezvényeket, portrékat, meg ilyesmiket, illetve még tavaly nyáron megkeresett az előző palackozású boraiknak a fotózásával, és most is felhívott, hogy Gábor, ki tudja elküldeni nekem postán ezeket a palackokat, mondtam, hogy persze küldjed, megbeszéltük a címet, és másnap, vagyis hogy mára már meg is érkezett a doboz, nem tudom, hogy hát, azt hiszem, hogy 4 üveg bor van benne, és nézzétek meg, így kaptam. Köszönjük a fotókat, Fülei Pince, egészségedre! Mivel viszonylag kevés alkoholt fogyasztok, így nem gondolom azt, hogy ez hip-hop el fog fogyni ez a bor, de az biztos, hogy így Peti segítségével együtt valami nagyon jó kreatív dolgot fogunk belőle csinálni a fotókra, hogy hadd örüljenek a Balázsék neki. Vágjunk is bele, megmutatom, miket fogunk használni a fotózáshoz. 3 vakut fogunk használni, de lehet, hogy csak 2-t. Azért ezt a 2-t mutatom, hiába picike, de ugyanakkora lesz a fény, és 2 ugyanolyan softboxba fogom beletenni. És hogyha kell még egy kis plusz fényerő, valahova mondjuk a címkére, akkor ezzel a 3-dikkal fogom megvillantani. Mivel hogy szűkre keszen fogunk fotózni, ezért előkészítettem ezt a kis tisztítót, mert csupa dzsuva szokott lenni a képérzékelőm, úgyhogy először le kell fújkodni róla a pöttyöket, hogy utána Photoshopba kevesebb munkám legyen. Ezt az X-Pro kioldót fogjuk használni, mivel hogy ezzel dolgozom. Sony A7 III, a 2470-nel lesz a főkameránk. Bekészítettem néhány elemet, mert a kis vakukban mindig ilyenkor merül le. Itt van ez egy kis color checker, biztos ismeritek, segít majd megtalálni a pontos színeket a címkékhez. Ezzel a tablettel fogjuk visszaellenőrizni a képeket. Ez pedig az állványra fog kelleni a távagyúrmával együtt, amivel fogom rögzíteni majd a palackokat. Nem tudom kifukasztani. Na igen. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem aranycímke lesz a boron, mert az szívás. Bár be tudjuk fotózni azt is. Múltkor már megtanultam, hogy kell. Mert azért figyelni kell, hogy a kés nem legyen olyan bele. Az első palack. Második. De ez jó magas. Jéken. Szuper jó! Egyiken sincs aranycímke, úgyhogy sima ügy. Yes! Mert ezen a feketén minden látszik, minden irányom az, meg minden. Úgyhogy majd beállítjuk először a fényeket, és utána letisztítjuk teljesen a flakont. Flakont, az üveget. Jó. Felaplikáltuk a bort erre a kis vékony állványra, és igen, ez itt ez hajmeresztő történet, mert ha véletlenül valaki meglöki az állványt, akkor könnyen leeshet a bor, mondjuk így. Ja, hoppá, de ez nem esik le. Mert jól odaraktuk tárgyúrmával, most leszettem róla. De nem baj, nagyon-nagyon fontos, hogy a tárgy megfelelőképpen legyen rögzítve, mert ha béna a fotós, akkor lerúghatja, és akkor vége az egész fotózásnak.
előszedjük a szükséges eszközöket a fotózáshoz, ami egy jó nagy masszív állvány, erre fogjuk rárakni a főkamerát. Így. És kettő darab teljesen ugyanolyan softbox, ami majd két oldalról megvilágítja a fotót. Illetve keresek hozzá állványt is. Minden csodálatos dolog itt van benne. Ez lesz az egyik. A másik állványok meg ebben vannak. Ez az ilyen kis kirándulós felszerelésem. Vagy hát amikor ki kell menni, ki kell települni helyszínre, akkor ezt viszem. Viszonylag kis helyen áll benne egy egész stúdió. Kiveszem minden a másik állványt is, meg a harmadikat is. A harmadik az nem biztos, hogy fog kelleni, de a biztonság kedvéért azért kiszedjük. Ez nagyon fontos, hogy amire nincsen szükségem, én azt mindig visszadobálom a helyére, mert nem szeretek véletlenül belebotlani semmibe a fotózás alatt. Petinek támadt egy ötlete, mindjárt megnézzük, hogy hogy fog kinézni a fotón. Mint láttátok a felvételen, az előbb a Peti mókolt egy picikét, amit még tovább is fejlesztettünk így együtt. De Peti, mondd el, hogy mit csináltál az előbb? A háttérre állítottunk egy plusz vakut, így a háttérnek lett egy kis átmenete, ezáltal térbe helyeztük az üveget, úgyhogy kapott egy kis plusz fényt a háttér hátulról. Más nem nagyon tudok mondani. A vakora ráhelyeztünk egy vésejtrácsot, és akkor abból lett ez a kép, amit láttok is. Igen. Nekem nagyon-nagyon jó tetszik, olyan, mintha egy ilyen kis ködös háttér lenne a bor mögött. Úgyhogy már csak egyetlen egy tanányt kell megoldanunk, még pedig az, hogy hogyan tudjuk azt szemléltetni, hogy a lánc, hogy az üvegnek a színe ezek mellett, a fénybeállítás mellett, mert ha nem baj, akkor nem vakarom össze több expóból. Legyen egy expóból, az úgy a profi, nem? Nézzük meg, hogyha nem tudjuk. Nézzük. Elkészült a kép, reméljük nem túl sok olyan ember nézi, aki tényleg társfotóval foglalkozik. Szerintünk egész jól sikerült. Raktunk bele egy kis pluszt, ami miatt látszik az, hogy az üvegben fehér bor van, és nem utólag lett belefotoshoppolva az, hogy olyan a színe. Remélem, hogy tetszett a videó, én még befotózom gyorsan a maradék palackokat is ugyanezen az elven. Lehet, hogy összerakom egy ilyen közös képbe őket, hogy mind a négy egy képen szerepeljen. Ha megcsinálom, akkor azt most látjátok. Remélem, hogy ez a fotó is tetszett. Petinek nagyon-nagyon sokat köszönhetek, mert tényleg segített összevarázsolni úgy a képet, hogy az egy fotóra tök jól mutasson. És én már azon gondolkodtam, hogy jó, oké, akkor ezt három fotóból fogom összerakni.
Úgyhogy köszönöm szépen, Peti, spóroltál nekem egy csomó utómunkát. Nagyon szívesen. És ebből látszik az, hogy igazából, hogyha valaki tud fotózni, ismeri a fényeket és a dolgokat, akkor tulajdonképpen bármilyen területen el tudunk úgymond lavírozni. Nyilván nem egy profi tájfotót készítettünk, profi tájfotós eszközökkel, de ami itt most nálam a portrézáshoz rendelkezésre áll, abból szerintem kihoztuk a maximumot. Egy csúlyban van, bár még a retusált képet nem láttam, de kíváncsian várom. Majd rávágom az egyik gépre az arcodat. Jó. A háttérfényből be fog sejleni majd. Gondolva fog kinézni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és remélhetőleg Gábor máskor is hív engem, hogy szerepeljek a videóiban. Ha sok like lesz, meg sok pozitív hozzászólás, és tetszik nektek a Peti, akkor lesz ilyen biztosan. Köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!